rapid fogászat egy új fejezet a fogorvosi helyreállító tevékenységben. Korábban a hiányzó fogak implantációval történő pótlásánál a csontpótlások és a csontpótlás gyógyulásának kivárása, majd az implantátumok behelyezése, az implantátumok integrációjának kivárása azt jelentette, hogy körülbelül 10-12 hónap múlva fejeződött be a fix fogpótlás. Ezzel szemben dr. Máló egy új eljárást, egy új koncepciót dolgozott ki, amely koncepció lehetővé tette az úgynevezett egy nap alatti fix fogpótlások készítését. A koncepció lényege, hogy nem a szokásos, a gyökerekkel azonos módon behelyezett implantátumokat alkalmazta, hanem ezzel a vertikális irányjal 45-30 fok tartományban megdöntötte az implantátumok furatát, és így hajtotta be az implantátumokat az oldalsó irányból a középvonal felé. Két implantátumot, a szélső implantátumok között a szokásos, hagyományos, vertikális irányba helyezett be. Ez lehetővé tette, hogy azonnal megterhelje az implantátumokat olyan műanyag csavarozott rögzítésű fogpotlásokkal, melyek azonnali rágást biztosítottak, azonnali esztétikai helyreállítást biztosítottak. A nagy csonthiányok esetén, amikor lehetetlen dolog volt ezeket a módszereket alkalmazni, mert annyira nem volt csont, fölmerült, hogy a pofacsontba, az úgynevezett osszigmatikuszba helyezze be az implantátumokat, és így biztosítsa az azonnali egy nap alatti fogpótlás, rögzített fogpótlás elkészítését. Ennek az eljárásnak is van annyi hátránya, hogy egy körülbelül fél éves várakozási idő után az akrilát fogpótlást egy tartósabb, a rágási erőt intenzíven átadó fogpótlást készítsünk, ami esztétikailag szebb és hosszabb távon az eredmények is kielégítőek lesznek, mert eddigre a csontintegráció miatt sokkal masszívabban, nagyobb nyomást tűrően terhelhetők az implantátumok. Hátránya, de igazándiból ez minden implantációs fogpótlásra elmondható, hogy az első körülbelül fél éves hosszú távú implantátumok, hosszú távú megterhelések alatt háromszor érdemes levenni a csavarokkal rögzített hidat, ellenőrizni a gyógyulást, ellenőrizni az íny állapotát. Mindezekkel együtt egy teljesen új, a betegeknek egy hatalmas pozitívumot jelentő és elégedettséget jelentő új eljárásról saját tapasztalataim alapján is csak a legjobb.